Sziasztok, én Dór vagyok, és ez egy karácsony témájú videó lesz. Várjatok csak, ha karácsonyi témájú, akkor egy kicsit karácsonyi hangulatba kéne lenni. Na, és már is jobb, sokkal karácsonyi hangulatom van, vagy itt az egész szobában. Itt van egy cuki karácsonyfa, amit ma kaptam, mert volt, hogy egy kösulibén karácsonyi húzás, és akkor így adtuk egymásnak ajándékot. Itt van egy ilyen kis valami, amire rá van, hogy Happy Xmas, itt van három gyártya. És van ilyen cuki valami, világítós cucli, itt van a fejemben ilyen rénszarvas. Választhattam, hogy vagy mikulásokat veszek fel, vagy ilyet. Itt van egy ilyen szép ilyen fényem, és itt hátul ott meg van ilyen fényem. És úgy itt oldalt, itt van sok ilyen kis cuki, ilyen karácsonyi cucc. Na, várjatok, hogy lesz a jó. Na. Tehát, azért nem volt eddig videó. Mivel nem volt idő, mivel ugye voltak ezek a félévi dolgozatok, félévi felelések, hogy le tudjanak zárni majd januárba. És hát, nem volt időm. Mert konkrétan, hazajöttem az iskolából, ettem, nekiálltam házit írni, és esti csináltam a házit. Tehát nem volt időm, pedig beterveztem egy csomó ilyen karácsonyi videót, hogy miért tudnák csinálni, de nem tudtam. Na, tehát ez egy karácsonyi tech videó lesz. De előtte el akarom mondani nektek, hogy én csináltam egy videót a tegnap előtt. Egy karácsonyi ajándékcsomagos videót, csak véletlenül letöröltem a videót. Nagyon ügyes voltál, Dóra. Taps! Na, mindegy. Azt leszeretném szögezni, hogy bocsánat, hogy itt, itt alig látszik, mivel alig látszik. Mivel félik. Amúgy ez, ami itt belecsöng, az egy ilyen kis valami. Egy ilyen zsiráf, ami fel van díszítve. És nézzétek, ez olyan jól néz ki. Na mindegy, inkább csináljuk a videót, ami remélem ezt titeket itt nem idegesít, várjatok. Így, most már jobb. Már csak az oldal látszik. Na mindegy, kezdjük inkább, mert már 2 perce itt dumálok nektek. Tehát ez egy karácsonyi tech videó lesz. Mivel már csak erre volt idő, mivel terveztem előtt, hogy 100 karácsonyi tip lányoknak, meg ilyen karácsonyi ötlet, ajándék ötleteket, de hát szerintem 21. vagy 22-e lesz, mire felrakom ezt a videót, mivel most 20-a van, mikor felveszem. Tehát szerintem már úgy nagyjából mindenki megvette az ajándékot. Na mindegy, kezdjük is el. Az első kérdés az az, hogy csomagolópapír vagy ajándéktáska. Hát na, én eddig mindig ajándéktáskába csomagoltam az ajándékokat, mert mivel abba raktam, de hát... Igen, 3 vagy 2 évig, nem tudom. Mindegy, de most csomagolópapírba, mivel nem tudom miért, és amúgy azt el akarom mondani, hogy most csomagoltam először csomagolópapírral, tehát elég nehéz volt. Körülbelül fél óráig csomagoltam egy darab ajándékot. Tehát, igen, csomagolópapír, mivel azt így jobb, mint ha odaadnál egy ilyen ajándéktáskát, hogy tessék, nézd bele, nézd meg, mi van benne. Mert a csomagolópapírt így odaadod, és akkor ki kell bontsa, például becsomagolod a több csomagba is, és akkor ha még élvezetesebb, tehát csomagolópapír. A második kérdés az az, hogy igazi fenyő, vagy műfenyő? Hát, műfenyő egyértelműen, mivel megveszed az igazi fát, és akkor az... Hát, fent van, vagy 1-2 hétig, és kész így besárgul, meg hullik a levele, meg száraz, meg minden. Nekünk a tavaly volt először műfenyünk, de sokkal jobb, mivel ugye drágább, mint egy igazi fenyő, de annál tovább is tart. Mivel az csak akkor dobott ki, mikor már eltörik, vagy valami baja van. Tehát műfenyő. A harmadik kérdés az az, hogy mikor díszítitek fel a fát. Mi december 24-én, nem tudom miért, nem tudom. De 24-én. A harmadik kérdés az az, hogy mikor bontjátok le a fát. Én ezt megkérdeztem anyától, és azt mondta, hogy vízkeresztkor.
Tehát január 6-án, de van, hogy továbbadjuk. Az ötödik kérdés az az, hogy még a kedvenc karácsonyi filmed. Hát nekem több van. Az első az a reszkesztesetek, betörők. Nem tudom, én százszor láttam, én ezt itt minden évben láttam. És ez ilyen minden évben. De nem tudom, én nem tudom megmondni. Sokan megmondják, de én nem ilyen vagyok. Aztán van a Grinch, azt is nagyon szeretem. Azt is láttam már egyszer, de nagyon szeretem. Most meg akarom nézni a mozikba az újat. Mindegy. Aztán a Karácsonyi kutya balhé. Egyébként ugye láthatjátok, hogy ide rakok ki képet. Valószínűleg. Tehát ha láttok itt képet, akkor rakok ki képet, igen. Tehát van a Karácsonyi kutya balhé, ami ilyen kutyákról szól, meg karácsonyról, meg minden. Aztán van a Karácsony egy kis szépséghívával, az is nagyon jó. Nézzétek meg azt is. És van a Télapú. Abból valamennyi részét láttam, mármint nem, hogy az egész részét, csak pár ilyen pár percet, de jó, hogy annyi körülbelül fél óra. Na igen. A hatodik kérdés az az, hogy mikor kezdesz el vásárolni. Én novemberben már elkezdtem gondolkozni, hogy mit akarok adni ajándékba. De olyan december 15-e közepe körül szoktam beszerezni az ajándékokat, ez most is így volt. Aztán a hetedik az az, hogy mi a kedvenc karácsonyi ételem? A bejli. A nyolcadik az az, hogy színes vagy sima fények. Sima, egyszínű. Én azokat sokkal jobban szeretem, szerintem így szebb a világítás tőle. Mármint, hogy egyszínű, nem csak úgy fehér, hanem csak egyszínű. Aztán a kilencedik. Igen, mert ez volt a nyolcadik. Tehát a kilencedik az az, hogy szenteste vagy karácsony reggel bontott ki az ajándékokat. Én szenteste is és karácsony reggel is. Azért karácsony reggel is, meg szenteste is, mivel szenteste bontom ki a karácsonyi ajándékomat. Bocsánat, csak kicsit meg vagyok fázva és kapar a torkom. Tehát bocsánat, hogy ilyeneket hallottak, hogy na mindegy. És karácsony reggelén, tehát december 25-én reggelén, nekem van a szülinapom, december 25-én születtem, ilyen. És akkor a karácsony, mármint a születésnapi ajándékaimat, tehát mindkettő időkor. És az utolsó, a tizedik, az az, hogy milyen dísz van a karácsony fánk tetején, tehát a csúcsán. Na hát, a mi karácsonyi fánk tetején mindig csillag van. Mindig. És szerintem az szép. Mert a karácsonyi fánk, mondjuk én még nem láttam olyan karácsonyi fánk, ami más lett volna. Ha mindegy. Ez van, még nem láttam. Ezek így mind elégnek. Jó vanília illatosak. Illatosak. Tehát akartam még mondani? Ja, igen. Mivel már vége van a videónak, mert hogy már a vége fele vagyunk a videónak, el szeretném nektek mondani, hogy ugye most van 20-a, tehát három, mivel most este van, kettő vagy három, nem tudom, de mindegy, december 23-án december 23-án csinálok egy olyan videót, ami egy vlog, tehát egy vlog videót, ilyen 4 naposat, 23, 24, 25, 26-ámat fogom levlogolni, és úgyhogy külön rakom fel a 23-át, a 24-ét, 25-ét és 26-át, tehát külön fogom ezeket felrakni. És egyébként, amit ti nem biztos, hogy tudtatok, de nekem volt egy külön, egy másik YouTube csatornám, csak mivel elhagytam a telefonomat, újat kellett csináljak, mivel kaptam egy másikat, és akkor újat csináltam. És azon a csatornámon is volt ilyen négynapos, és az tetszett mindenkinek, aki azt a csatornámat követte. És annak is, egyébként, ha meg akarjátok keresni, annak is az volt a neve, hogy Dóra Tolvai, mint ennek. Na, tehát
Remélem várjátok. Na hát, ennyi lett volna a videó, remélem tetszett. Ha igen, mindenképp nyomjatok egy nagy-nagy-nagy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. És ha szeretnétek értesítést kapni arról, hogyha új videót töltök fel, akkor nyomjatok meg a kis csengőt a feliratkozás gomb mellett. Sziasztok!